Szőttes pályázaton kétszer kapott Sárközi emlékdíjat, országos népművészeti kiállításon kétszer ezüst plakettet. 2006-ban Király Zsiga díjjal értékelték a népművészet terén végzett tevékenységét. Komolyabban akkor kezdődött, amikor 1974-ben, 75-ben, nem tudom pontosan már az időpontot, Mözsi Szabó István hazaköltözött Fótról, és Szekszárdon a Babits Mihály Művelődési Központban indított egy szőnyegszövő szakkört. Akkor úgy gondoltam, hogy ez engem érdekel. Ehhez azért tudni kell, hogy én tolnai származású vagyok. Tolnán pedig minden a textilről szólt. Ugye ott volt a sejemgyár, ott volt a textilgyár. A szüleim is, főleg édesapám az nyugdíjazásáig a textiliparban dolgozott. Édesanyám is dolgozott ott egy darabig könyvelőként, meg nem tudom, mindenféle munkában. És hát a családban is sokan voltak, akik a textilgyárban dolgoztak, tehát a textil az a mindennapok része volt számomra, de az úgy akkor annyira nem érdekelt. És viszont a szőnyegszövés az, amikor Mezsi Szabó István visszajött, az valamiért felkeltette az érdeklődésemet. Hát most, hogy pontosan miért, arra már azért annyira nem emlékszem, de azt tudom, hogy az első alkalom, amikor találkoztunk ott a szakkörben, már akkor nagyon megfogott Mezsi Szabó Istvánnak a személyisége, a tudása, és az a fajta szemlélet, ahogy ő közelített a művészetekhez, mert nem csak a szőnyegszövéshez, hanem általában a művészetekhez, és nem, ő nem akarta ránk erőltetni az ő saját stílusát, hanem szemléletmódot adott ahhoz, hogy hogy közelítsünk akár a szőnyegszövésen keresztül az esztétikai megjelenéshez, és hát technikát adott át és szemléletet. Teljesen nem szakadtam el egyébként a szőnyegszövéstől, azért mai napig van szőnyegszövő állványom is, sőt, hát ezeken a paraszt szőszékeken is lehet szőnyeget szőni, van is ilyen felvetésem. De amikor leérettségiztem, akkor úgy gondoltam, hogy én jobban meg szeretnék ismerkedni igazából a szövéssel, és ezért pont Mezsi Szabó István segítségével kerültem Decsre a Sárközi Népiparművészeti Szövetkezethez bemintázónak. És hát ott egy pár évig bemintázó voltam, majd aztán később művészeti vezetője lettem a szövetkezetnek. Így a Decsen töltött évei alatt a Sárköz teljes szövéskincsét megismerhette. 1987-ben megkapta a Népi Iparművész címet. Olyan szerencsém volt, hogy azért olyanokkal dolgozhattam együtt, mint Széles Józsefné, Egyed Mihályné, Vali Istvánné, Werner Andrásné, tehát azok a nagyok, akik Perit Mári néniről talán van is egy fénykép valahol, amikor az első nagy díjat kaptam, akkor jött oda és gratulált, tehát ővele igen sokszor találkoztunk, beszélgettünk Széles Józsefnével is, sőt, Széles Józsefné, amikor megkapta a Népművészet Mestere címet, akkor én kísértem fel Budapestre a díjátadásra. Úgyhogy velük szoros kapcsolatban voltam, nagyon sokat tanultam tőlük. Nem voltak féltékenyek egyébként a tudásukra, tehát nagyon szívesen átadták, hogyha az ember kérdezett, akkor ők komolyan válaszoltak erre. Én nagyon szeretek szőni, nagyon kikapcsol, és hát igazából megvan a saját magam elképzelése, hogy én hogy szeretném egy kicsit tovább éltetni és a sárközi szőttes kultúrát, ami legyünk őszinték, hogy pont a sárközi falvakban most nincs igazán utánpótlása. Úgyhogy az országban egy páran vagyunk már csak, akik így komolyabban foglalkoznak a sárközi szőttessel. Én úgy gondolom, hogy a szépsége, a technikai sokrétűsége megérdemli igazából a sárközi szőttesnek, hogy újból akár világhírű legyen. Néhány munkája megtalálható az országos mintagyűjteményben is. Lakás és ruhatextíliai természetes anyagokból főleg a sárközi szőttes hagyományokat felhasználva készülnek.
úgy gondolom, hogy nem szabad abban megragadni, amit most az emberek általában gondolnak a sárközi szőttesről, ugyanis a legtöbb ember képébe az a szőttes kultúra van, amit a szövetkezetben gyártott termékekről lát. De azt tudni kell, hogy egy szövetkezetben készült textil, az nem mindig a néphagyományról szól feltétlenül, ott beleszól a megrendelő, beleszól a készítés során a tervezésbe az is, hogy hát egyrészt, hogy mit kér a megrendelő, mennyibe kerül, milyen alapanyagot lehet beszerezni, tehát ennek egy csomó feltétele van, és hát nem mindig azt a fajta nagyon szép archaikus szőttes kultúrát tudta fémjelezni a szövetkezet. Diktált a piac, így javarészt az igényeknek megfelelő termékek készültek a profit érdekében. Ott is készültek nagyon szép darabok, főleg azért, mert a szövetkezet azért ahhoz hozzásegítette a szövőasszonyokat, hogy amikor országos pályázatokat írtak ki, akkor a szövetkezet anyagából ott a szövetkezetben munkaidőn kívül, vagy akár munkaidőben is elkészíthették a saját pályamunkáikat. Úgyhogy ezek egyébként megőrződtek a szövetkezet mintatárába, ami most a Hagyományok Házának a múzeumában található meg, és nem sokára majd digitalizálják, meg megnyitják a múzeumot a nagy közönség részére, úgyhogy ott kutatható lesz ez az anyag is. A szedettes mintákat azt a sárközi asszonyok is a takácsoktól vették át. Amikor megszűnt a takácsoknak a munkássága, akkor a sárközi asszonyok egyébként nagyon jó ízléssel és nagy tudással nagyon szépen átvették a csillagrózsa motívumot, a kerekrózsa motívumot, a két kőlábas vagy két oszlopos csillagrózsát, vagy a négy oszlopos csillagrózsa kerekrózsával, vagy kőlábas, tehát ezt egy kicsit azért máshogy is nevezték sárközi falvakon belül is az asszonyok. Ezeket ők mind átvették, és hát nagyon nagy tudással meg is szőtték, és nagyon szépen megszőtték egyébként. Tehát mindig is híres volt egyébként a sárközi szövés arról, hogy jó minőségben készülnek a textilek. Ági, a sárköz településein a szőttesek és a vele kapcsolatos technikák elsajátításával, a mintakincs összegyűjtésével, rendszerezésével és feldolgozásával is foglalkozott. A gazdagon díszített több színű minták soha nem álltak közel hozzá. Én visszamentem, a sokkal tisztább és egyszerűbb szerkesztésű szőtteseket kerestem, és én abból indítottam az én saját tervezési filozófiámat el. Ma már a jó alapanyagokhoz sokkal nehezebben lehet hozzájutni, mint a régi időkben. Ráadásul többszörösére emelkedett az áruk is. Kendert például már nem is lehet vásárolni, néha lehet fellelni egy-egy padláson. De a szövés soha nem szólt egyébként, amikor olcsó volt a pamutfonal, akkor sem arról szólt, hogy meggazdagodik az ember. Tehát ez nem... Már teljes kikapcsolódás. Én azt szoktam mondani egyébként, hogy a szövés az egy stratégiai gondolkodást feltételez, mert amikor akár egy 40 méteres kézi felvetést, vagy amikor felvettet az ember mondjuk 150 vagy 200 métert egy hengerre, akkor már előre kell tudnia, hogy azon a 200 méteren milyen típusú dolgokat fog készíteni. A múlt hétvégén rendezték meg Békés Csabán a 19. Kárpát-medencei Népi Textil Fesztivált. 1400 pályamunka érkezett be. 5 kategóriában hirdettek első 3 helyezettet, illetve a kiemelt első helyezettet, amelyet Ági hozott el egy saját maga kidolgozott új technikával. Én nekem van olyan technikai tudásom, hogy a szőnyegsző kilim technikát ötvözöm a szedettes leszövő technikával, és így a sárközi női ingválnak a lóherleveles keresztszemes mintáját készítettem el, majd mutatok róla fotót, és hát erre kaptam a kiemelt első díjat. Számos országban, mint Kanadában, Egyesült Államokban, Lengyelországban, Olaszországban, Franciaországban és a Dubai világkiállításon is képviselte a hazai szőttes kultúrát. A Népművészetek Egyesületének Szövetsége lehetőséget biztosított, hogy a Tolna megyei Népművészeti Egyesület elnökeként Dubaiban szövés tudását megmutathassa. A repülővel kellett menni, nyilván nem vihettem ki a szövőszékemet, ezért ott szőnyegszövést mutattam be. Egy
a vászon munkáimat viszont kiállításon be tudtam mutatni. Egyébként nagyon nagy érdeklődés volt az egész magyar pavilon munkája iránt. Két csoportra osztódott a társaság, akik kimentünk, talán 9-en mentünk ki, és volt, aki gyerekfoglalkozásokat, meg felnőtt foglalkozásokat tartott, és akkor volt Kovács Attila cipész, akkor volt egy csipkeverő, akkor a Jenei Anikó, mint kalocsai hímző, meg pingáló, és én, mint szövő, voltunk azok, akik csak bemutatóztak. Nagyon-nagyon érdeklődőek voltak egyébként az ottani emberek, hát több százezer látogató volt egy nap. Óriási sorokban vártak arra az érdeklődők, hogy bejussanak a magyar pavilonba. Az arab világban azért nagyon nagy, mély kultúrája volt például a szövésnek, de amit ott bemutatóztak, az hát azon mi sokkal magasabb szinten vagyunk. Meglepődtem, hogy férfiak oda jöttek, és ott nézegették a szőnyeget, és ott dicsérték meg, hogy hú, milyen érdekes mintát készítek. Úgyhogy önmagában egyébként nagyon nagy sikere volt a magyar pavilonnak. Hát egyrésztről ugye ez volt az egyedüli, ami fából készült. A másik pedig, hogy a mindenféle gyógyvizeinket mutatták be nagyon ötletes módon, ugyanis ilyen sörcsapokból töltötték ki a különböző vizeket, és ott lehetett kóstolni, mint a bort, vagy a sört, vagy nem tudom mit, és ezt nagy előszeretettel tették. Ott 4-5 centi sima szövést kell végezni, hogy a szálak rendesen elrendeződjenek, a szélesség beálljon, a feszítőt valamihez hozzá lehessen akasztani.